Isten hozta a Varsányi pincészetet Szegeden, bármi ezt már megmondtuk, vagy 10 évvel ezelőtt. Most éreztük az idejét annak, hogy akkor tényleg jelenjünk meg, mint pincészet. Természetesen eddig is itt voltak a boraink egy-két partnerünknek a segítségével, de úgy gondoltuk, hogy akkor most már tényleg megnézzük, hogy milyen ez a fesztivál, illetve meglátogatjuk azokat a kedves barátainkat, fogyasztóinkat, akik itt a Szeged, vagy Szegeden és Szeged környékén a mi borainkat szeretik. Még az első napnak sem értünk a végére, tehát tapasztalatokról alig, ha beszélhetünk. Bár itt egy kedves közös ismerősünk már megfogalmazott egyfajta pozitív kritikát veletek szemben. Nagyon örültünk is neki, hogy megdicsérte az Egri csillagborunkat, illetve úgy gondolom, hogy már most, hogy még csak kora délután, vagy esetleg már kicsit késő délután írunk, sokan vannak, akik kóstoltak nálunk, örültek a borainknak, tetszenek nekik a boraink. Ha esetleg van még itt Szegeden, a város környékén olyan borbarát, aki nem ismerné a Varsányi pincészetet, kérlek, hogy mutatkozz be néhány mondatban. Varsányi pincészet Verpeléten helyezkedik el, egy családi vállalkozás, 80 hektár saját területtel rendelkezünk, illetve 200-250 hektár területet integrálunk, művelünk, feldolgozunk. Úgy gondolom, hogy próbáljuk a családi értékeket erősíteni mind kereskedelemben, mind borászatban. Nos, Verpelétet említetted, azt viszont nem említetted, hogy Verpelét az Egri borvidéken található, de mégsem az az úgynevezett tipikus Egri borpalettát láthatják itt a látogatók, borkedvelők. Az Egri borvidéket két részre osztja a Kígyós patak, a Debrői körzetre, illetve az Egri körzetre. A pincészetnek megvan az a szerencséje, vagy jó lehetősége, hogy pont középen helyezkedik el, de még a Debrői részen. Most a Debrői rész, illetve az Egri körzet között az a nagy különbség, hogy ez egy kicsit lankásabb, kicsit homokosabb a talaj, itt sokkal több fehér bor van. Ráadásul a Debrői körzetben lehet csak Debrői hársaerőt termelni, és az Egri körzetben lehet csak bikavért termelni. Viszont megvan az a szerencsés helyzetünk, hogy mivel középen helyezkedünk el, a területeink mind a két irányban megtalálhatóak, tehát mint a termékpalettán is látszik, van Egri bikavérünk is, meg van Debrői hárslevelünk is. Sőt, nem csak hogy Debrői hárslevelűtök, de az Egri bikavér párja a nemrégiben megszületett Egri csillagok, amit már említettél itt a beszélgetés elején. Mi is kihoztuk ebbe az évbe, tavalyhoz hasonlóan az Egri csillagborunkat. Ez egy fehér házasítása, mint ahogy mondtad is, a bikavérnek a fehér párja. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés a borvidéken, hogy egyrészt alkossunk egy olyan fehér küvét, ami is olyan ismert lehet, mint az Egri bikavér. Ráadásul most az a nagy szerencsénk megvan a bikavérrel szemben, hogy még nem rontottuk el. Tehát igazából most föl tudjuk építeni úgy az alapoktól kezdve, hogy szabályozott körülmények között. Itt gondolok arra, hogy ez is egy eredetvédett bor. Nagyon meg van határozva, hogy hogyan lehet elkészíteni, milyen területekről. Gondolok itt arra, hogy legalább 4 féle szőlőfajtának a házasításából kell, hogy készüljön. Legalább az 50% a Kárpát-medencei fajta kell, hogy legyen. Nem lehet egyik se hangsúlyos. Nem lehet rögtön a született követően kihozni, hanem csak minden év március 15-én, tehát a született követő év március 15-én. Ez egyfajta egységet képez a borvidéken, illetve egységesíti egy kicsit az Egri csillagokat. De az is hozzátartozik, hogy ugyanúgy, mint a bikavér esetében, egy pincészetnek két különböző évjáratból, vagy két borászatnak ugyanabból az évjáratból soha nem lesz ugyanolyan csillagja, még akkor se, hogyha ugyanazzal a fajtákkal ugyanolyan házasítási arányjal dolgozott, mert szerencsénk van, a Magyarország, illetve az Egri borvidék egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy annyira változatos a talaj, változatos a klíma, hogy még ugyanolyan szőlőfajtákkal, ugyanolyan arányban dolgozva sem kapunk ugyanolyan bort. Annyira komplex bort alkotnak a végén, hogy azon borfogyasztók, akik egyébként nem szeretik a fehér borokat, vagy nem szeretik a száraz fehér borokat, azok is meg fogják benne találni a gyümölcsösséget, a kedvességet. De akik meg szeretik az inkább kicsit barikolt, kicsit hordós borokat, az is megtalálja ugyanebben az Egri csillagpalettában ezt. Hány pincészet próbálkozott ezzel, és milyen a fogadtatás? Úgy gondolom, hogy a fogadtatás nagyon jó, már ha így kezdhetem a végéről. Hát ez már a második év, hogy Egri csillag van forgalomban. A tavalyi évben még nem volt olyan sok, ha jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 borászat hozott ki Egri csillagot. Szerencsére idénre már mindenki rájött, hogy ez egy, ha csúnyán akarnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez egy jó biznisz. Úgy gondolom, hogy mutatja a borvidék összefogását, és ezért egyre többen csatlakoznak hozzá. Az idei évben 21 borászat készített vagy Egri csillagot, és még társulnak ehhez hozzá.
Április 8-án volt Egerben az első Egri Csillag Fesztivál, az Egri Várban, ezt szeretnénk minden évben megismételni. Úgy gondolom, hogy meg kell mutatni a borvidéknek az erejét, meg kell mutatni az összefogását, és ezt a csillagon keresztül tudjuk megtenni, és egyre több egri borász csatlakozik ehhez a csillag kísérlethez, akkor a fogyasztók is észre fogják venni, hogy milyen jó nekik. Ha a kereskedelmi részét nézem a dolgoknak, úgy gondolom, hogy most már nem tudnak eltekinteni a nagyáruházak sem attól, hogy az egri csillagot bevegyék a borválogatásukba. Már legalább minden nagyáruházban egy egri csillag van. Szépen fokozatosan fejlődik fölfele. Úgy gondolom, hogy évvégére el fogjuk azt érni, hogy minden borász, vagy minden nagyáruház legalább 2-3 egri csillagot fog tartani. Egy csillagnak minimum 4, de inkább 5-6-7 ága van. Ez azt is jelenti, hogy a Varsányi pincészetnek is van még jó néhány említésre méltó szőlő és borfajtája. Mi is próbálunk több lábon állni, tehát nem csak a csillagon és az egri bikavéren támaszkodunk, mint a két főfajta a borvidéken. Megvan mellette a debrői házsevelünk, ami azt gondolom, hogy kuriózum az egri történelemben, vagy az egri borászatban. Főképp azért, mert most már legnagyobb területen mi rendelkezünk és mi hozunk forgalomba, más is kísérletezünk, hogy évről évre szebb legyen. Ezek mellett úgy gondolom, hogy ha valakinek Verpelétet említjük, vagy a Varsányi pincészetet említjük, akkor rögtön az olasz Riesling jut eszébe. Egy olasz Riesling, egy muskotály, ami Verpelétről származik, mondhatnám azt, hogy nincsen párja. De egy ilyen nyári napon, mint a mostani is, egy jó rozé, vagy egy rozé fröccs, az nagyon jól esik az embernek. De most büszkén mondhatom el, hogy idén már a 6. vagy 7. alkalommal szereplünk, annyira jól itt a Miklós napi rozéborverseny, hogy legalább egy aranyat elhozunk, de általában 2-3 arany, meg 2-3 ezős is van mellette. Ugyanilyen jól szerepeltünk tavaly is a Budavári Borfesztiválnak a borversenyén, ahol a közönség a mi rozénkat választotta a legjobb rozébornak. Úgy gondolom, hogy ezek azok a borok, amelyek a csillagnak az ágait képezik, vagy amin támaszkodhatunk.